Szeretettel köszöntjük ugye a tantestületünk és a diákok nevében is Brimó Vidadot, aki már itt ül nálunk, és ő jelenleg Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte. Ahol én lakom, ott feketék az árnyak, denevérek szállnak. Amerre lépek, ott szúró szaga van a boldogtalanság. Brimó Vidad az ENSZ junior ifjúsági küldötte, Kiskunfél egyházán született és nevelkedett, a családja személyes ismerősöm, és emiatt követtem a pályáját, és amikor megkapta 2024 évi küldötti státuszt, és láttam, hogy a Kiskunfél egyháza iskoláiban milyen sikeres workshopokat tart a gyerekeknek, megkerestem, hogy volna-e kedve nálunk is, meg lehetősége nálunk is a gyerekeknek elmondani ezeket a szép dolgokat, amiket az ENSZ képvisel az ifjúság irányában. Azért jöttem most így az ifjúsági nap keretein belül, hogy a fiataloknak az ENSZ-el kapcsolatos workshopot megtartsam. Hogyha röviden szeretném összefoglalni, akkor az a legfőbb feladatom, hogy hidat teremtsek a fiatalok és a döntéshozók között. Azaz járom az országot, megkérdezem a fiatalokat az őket érintő problémákról, és ezeket a gondolatokat pedig továbbítom a döntéshozóknak nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi szférában, azaz az ENSZ szervezetében. És ez ugyanígy működik visszafele is, tehát az ENSZ-es értékeket hazahozom a magyar fiataloknak, és edukálom őket arról, hogy például mik a fenntartható fejlődési célok. Amiket a workshopok alatt a fiatalokkal készítünk közösen, ez van, amikor vászontáska, van, amikor egy papírhajó, amire a fenntartható fejlődési célok kapcsán rajzolják a saját gondolataikat. Ezekkel az majd a célom, hogy eljutassam őket az ENSZ-nek a szervezetébe, és ott a világ megcsodálhassa azt, hogy a magyar fiatalokat mi foglalkoztatja. Nagyon-nagyon pozitív élményeim vannak ezeknek a workshopoknak a kapcsán, mert amikor az elején bemegyek a terembe a fiatalokhoz, akkor nagyon sokszor még félénkek, egy kicsit passzívak, és ahogy belelendülünk ennek az egész munkának a folyamatába, egyre nyitottabbak lesznek, egyre többet beszélgetnek velem, és nagyon sokszor személyes történeteket is megosztanak, és tulajdonképpen ez a célunk, hogy minél őszintébben megnyilvánuljanak az őket érintő kérdésekben.